Az időjárás egészen idáig kegyes volt hozzánk, eddig enyhe őszben volt részünk, azonban a hét végére már jóval hűvösebb lesz az idő, ami nagy veszélyt jelentett az utcán élő emberekre. A Székesfehérvári Kríziskezelő Központ felkészült az utcán élők segítésére. Téli krízisellátáson november 1-től március 31-ig tart, ez főleg az utcai hajléktalanjainkat érinti, akiket próbálunk segíteni, támogatni, tekintettel ugye a hideg időjárásra. Szeptember környékén folyamatosan a kollégák próbálták feltérképezni, újra a kapcsolatot teremteni azokkal az utcás emberekkel, akik amúgy kint húzódnak meg, zárkertekben, sátrakban élnek, vagy egyéb helyeken, hogy lássuk, hogy körülbelül hányan vannak azok, akik folyamatosan kapcsolatot tartanak velünk, igényt tartanak a támogatásra, a segítségre. A központ teajáratot is indít minden év őszétől. Körülbelül ugye olyan 85-90 emberünk van az utcán, akikkel mi aktívan az utcai szolgálat munkatársaival tartjuk a kapcsolatot. Akik elfogadják a segítséget, akik kijönnek a teajáratra, legalábbis a nagy többség, mert ugye közülük is nem mindenki kéri ezt a támogatást. De velük lehet dolgozni, bejárnak az ügyfélszolgálati irodába, ügyintéznek, bejárnak fürödni hétfő, szerda, pénteki napokon, illetve hangsúlyozom, olyan körülbelül olyan 40-45 ember, jelenleg ez a létszám, akik a teajáratra kijönnek erre a 13 helyszínre, valamelyikére, amit az utcai szolgálat munkatársai biztosítanak. A Kríziskezelő Központ vezetője azt kéri, hogy mindenki tartsa szem előtt, az első az emberi élet. Ezért, ha az utcán ellátatlan embert látunk, feltétlenül kérdezzük meg, segíthetünk-e, vagy pedig hívjuk a képernyőn látható telefonszámot.